A Győri Kórház gyerekosztályára érkezett Magyarország szívnagykövete, hogy meglepetést szerezzen a gyógyuló kis betegeknek. Nagyon szépen köszönöm a kórháznak, hogy fogadták a Szép Bajnokai Alapítványt, főleg Makovi doktornőnek, akivel már jó pár éves a mi úgymond ismerettségünk, hiszen az első győri programunkat, Szép Bajnokai programunkat, azt neki is köszönhetjük, hiszen rajta keresztül ismerhettem meg Pannust, aki amúgy szívbeteg és a Szép Bajnokai csapatnak a tagja. Az alapítványunkról annyit, hogy Magyarország szívnagyköveteként 10 éve azt a célt tűztem ki magam elé, hogy azoknak a szívbeteg gyerekeknek szeretnék segíteni a kórházon kívüli életben és az élet betegségük elfogadásában, akik ugyanolyan problémával küzdenek, mint én is. Én is szívműtött vagyok, így születtem, 91 óta egy életmentő készülékkel élek, és megpróbálom az életet teljes mértékben, teljes odaadása és teljes életként megélni, és 10 éve a gyerekekért dolgozom. Mónika folyamatosan járja az országot és a kórházakat is, ahol tud segít. Olyan gyógyult gyerekek csatlakoztak hozzá, akik már bebizonyították, van esély arra, hogy teljes életet éljenek. Én azt gondolom, hogy a komoly szívműtéten eltesett gyerekeknek ez egy nagy lelki támogatás, meg a szülőknek, hogy megélhessék azt, hogy nem egyedi esetek, hanem nagyon sokan élnek ezzel a problémával, és ahogy Mónika is mondta, hogy ő is próbálja úgy élni az életét, hogy a lehető legegészségesebben és a legtermészetesebben élni a mindennapokat. Én azt gondolom, hogy ez nagy segítség ezeknek a gyerekeknek. A különleges csapat kiegészül Csaj Renáta a sokszoros világbajnok kajakossal, és Böjte Bencével, aki a Graboplasz tehetséges kajakosa. Bence egy nehéz időszakon van túl. Én a Graboplasz Győri Vízi Sport Egyesületben kajakozom, immár 8 éve, és az elmúlt másfél hónapban én is átestem egy komolyabb műtéten, egy ilyen ablációs szívműtét, ez egy szívritmus zavar elhárítás, és tudom, hogy milyen érzés itt lenni, és szeretném, hogyha ezt minél könnyebbé tudnánk tenni ezeknek a gyerekeknek. Jól vagy, egyébként teljesen rendbe jött, ez azért fontos, mert van jövőkép is, tehát nem kell egy beteg kisrásznak vagy kislánynak teljesen leírnia magát attól, hogy egy komoly betegsége van. Nem, egyáltalán nem. Ugye megtörtént ez a szívműtét, közben finoman szinten tartottam magam, és most, hogy megvan, van egy enyhe felépülési idő, de utána teljes életet élhetek, és folytathatom a sportot ugyanúgy, ahogy előtte, és vannak céljaim, amiket szeretnék elérni mindenképpen. A szívbajnokai egyedi érmet és plüssállatot kaptak, hogy mindig emlékezzenek arra, van kiút és van remény a gyógyulásra.